ugrál át az eső, ezért kértem cserevideót forgatni. Szóval sziasztok, itt egy nagyon sem mindről, az pedig egy cserevideó. Ja. Továbbra is a tablettemmel veszem fel ezt a videót, mert továbbra is susta vagyok. És igen, ebben a videóban nem az összes cserémet, csak párat fogom megmutatni, de azért, ja. Egyébként, miatt valaki azt írná, hogy csaló vagyok, szóval nincs csinál velem. Szerintem előtte kérdezzenek például Dunapest 11-et, ugyanis vele is cseréltem postán, és nem csaptam be. Pedig én nagyon ritka LP-s cseréltünk. Én egy dándogot adtam, mert ő pedig Spániát, és egyikünk se csaptam be a másikat. Szóval meg lehet kérdezni akárkit, akivel eddig cseréltem, például Lunát, mert Lunával cseréltem. Bocsánat, Lunával cseréltem eddig csak postán, de őt sem csaptam be. Pedig már csak nem azért mondom, mert be akartam csapni, de őt azért még értem volna, hogy ő csapulattam volna, akkor nyilván becsapom, mert egy spániát adott volna. Adott is. Szóval igen, de nem csaptam be. Szóval mindegy. Na mindegy, van két kiegészítő cserém, ami több is, csak most csak kettőt mutatom meg, és lehet, hogy megszólom. Hogy azt mondom, öt LPS cserém. Jelenleg, így videóban, ugyanis meg egy csomó, csak most csak ötöt mutatom. De teszem Lil Jessica-t, úgyhogy nézzük először a kiegészítőket szerintem. Az első az ez. Ez a csomagban volt, amiben például Jessica is. De ehhez kettő járt, és nekem van még kettő ilyenem. De ez ennyire nem tetszik, mert ez ilyen citromsárga, amúgy semmi, csak van még egy ugyanilyen színem. Ez ilyen, nem tudom, hogy hívják, stetoszkóp. Azt hiszem, így stetoszkópnak hívják. Igen, várjatok. Ilyen nagyon menően lehet vele így fegyvernek is használni, vagy nem tudom. Egyébként én ezt sosem tudtam normálisan rárakni az LPS-ekre. De jó, szóval van ez is, van rajta egy cuki virág, és csere. Szóval, ja. Következő az ez a csont. Ez egy ilyen csont. Nem, szerintem nem LPS. Én ezt egy LPS csomaghoz kaptam. Igen. De lehet LPS-nek is használni, LPS kelljenek is használni. Ilyen csont. De rajta ott egy ilyen kisbattyú, ilyen rózsaszín battyú. De nem baj. Szóval ez volt a két kiegészítő, most jönnek az LP-sek. Az első az újfajta, nem tudom micsoda. Kék szeme van, az legalább jó benne. Szeretem a kék szeme LP-seket. Neki már nem jön le a feje, szóval hiába húzom, nem tudjátok, de erővel húzom. Nem jön le a feje. Szóval neki már oda van rögzítve. Igen, kicsit koszos, de egyébként nincsen semmi baj. És tök jól megáll. Mert Jessica is, hogyha nem lennék betonon, de nem baj. Következő LPS, az ez a McDonald's-os LPS. És őt, hogyha egyébként le tudom vala mosni ezeket a kis foltokat, de hogyha esetleg nem jön le, akkor van egy ugyanilyen, mert csak idehozom. Na, idehoztam, csak kint fejtettem, ezért most vizes. Egy ugyanilyen, szóval... Szóval igazából mindkettő le van vágva. Ez most milyen koszos, de nem baj. Szóval igen, de őt teszem most ide. Következő! Nem következő. Következő szintén megtalált a sérfi, és csak ez. Pepper, igen. Ő így oda van csavarozva, de le lehet azért szedni. Nem hamis, csak Pepper. Annyira nem szép Pepper szerintem, de nem baj. De bolha piacon vettük, igen, hibái pedig az orra le van kapva. Neki meg ugye az, hogy ott ilyen kis faltok vannak rajta. Nem tudom megállítani az LPS-eket, Jessica, ne borulj fel. Jessica-nak meg amúgy csak le van kapva az orra, meg rozsdás. Tehetek jobb. Na mindig. Következő, ez a régi fajta teknős, ennek ilyen nagyon szép páncélja van, ilyen, tök szép, ilyen zöldes, amilyen fénylik.
Igen, eredeti, rozsdás, meg egy picit kocos, itt ott ilyen kis foltok vannak rajta, de egyébként meg jó állapotban van. Most pedig jön egy ritka, az ez a kutyus, és onnan tudom, hogy ritka, és ritka nem ilyen külön kiadásos, hogy ott van rajta az a kis ilyen tappancs, szóval ő külön kiadásos, szóval ebből csak úgy 100 körül van a világon, 100-200, azért inkább 1000, mert egy RPS-ből úgy körülbelül 10 000-et gyártanak szerintem legalább. Igen. És egész, hát nem azt mondom, hogy egész, tök cuki, kék szeme van, ami jó, szóval igen. Kint semmi hibája, csak rozsdás. De nem látszik rajta.